10 helyszínen közel 200 rendezvény várja majd az érdeklődőket a 21. Marosvásárhelyi napokon. A Városháza több mint 500 000 lejt költ a rendezvény sorozatra. A 21. Marosvásárhelyi napok jövő hétfőn rajtolnak, lesz helyi termelők vására, régi autók bemutatója, néptánc, népzene és koncertek is. A rendezvény sorozatra szánt költségvetés soha nem volt ilyen alacsony, mondja Claudio Major. A költségvetésünk erre a célra mintegy 600 000 lej, és mégiscsak egy hétről beszélünk. Ebbe beletartozik az elszállásolás, hangosítás, szállítás, tűzijáték. Ha valaki például egy olyan céghez fordulna, amely a kolozsvári Untold Fesztivált rendezi, és azt mondaná, hogy 150 000 eurós költségvetése van, az mosolyogna és tovább lépne. Idén első alkalommal a Maros híd alatt egy alternatív színpadot is felállítanak, itt szabadtéri diszkót szerveznek, amelyen nemzetközi hírnevű lemezlovasok lépnek fel. A sportcsarnok melletti ligetben lesz a főszínpad, ahol hazai, Magyarország, ide makedón és amerikai sztárfellépők várják a közönséget. Sporteseményekkel is készültek, szombaton 10. alkalommal szervezik meg az óvodások sportolimpiáját, az egyedüli ilyen jellegű rendezvényt az országban. A sportolimpiának a célja mindenek előtt az, hogy megszeretessük a gyerekekkel a sportot, hiszen ebben a világban, amikor a gyerekek ugye szinte a számítógép előtt nőnek fel, vagy akár mobiltelefonnal nőnek fel, tehát nagyon lényeges dolog, hogy megszeretessük velük a mozgásnak az örömét. Az óvodásokat május 27-én reggel 9 órától várják a Vikkentelepi sportpályákon, ahol több versenykategóriában mérkőznek meg.